still looking at me. Hello, Bello, sziasztok! Villager, Pécu úr! Na az a helyzet, hogy még nem nyúltam hozzá a karburátorhoz, mert nem tartottam fontosnak, mert egyre jobb a gép, ahogy szerintem járatódik a motorja. Úgyhogy egyelőre nem nyúltam hozzá, nem tartottam fontosnak. Az alapjárat egy kicsit magas, de szépen lassan kezdi elhagyni ezt a horkolást, úgyhogy egyelőre nem nyúltam hozzá, majd meglátom, hogy mire alakul ki a dolog. Meg az van, hogy egyelőre az olajzásával is meg vagyok elégedve, tehát nagyon jól keni a láncot. De még a állítási lehetőséget még most se figyeltem meg. Úgyhogy próbálom megkeresni, de szerintem nincsen olajzás állítási lehetőség, és egyelőre nem találom, csak kis spontán papír nélkül, de lehet, hogy lesz valahol, fogalmam sincs. Csak meg akarom nektek mutatni, hogy ahogy járatódik a motor, annál jobb a helyzet. Próbáljuk berüffenteni. Na még nem lehet hozzá nyúlva, de alakul, szerintem. Lehet, hogy hozzá se kell nyúlni. És legalábbis úgy néz ki a dolog. Meg azon gondolkodtam, hogy ilyen vékonyabb fa gajaknál nem baj, hogyha így indul, szerintem. Az se biztos, hogy előnyös az, hogyha azonnal rántja a fát, vagy hogy mondjam nektek.
Úgyhogy van előnye is, meg hátránya is, de inkább szerintem előnye van ennek, hogy így szépen lassan bejáratódik, és aztán nem biztos, hogy ilyen nagyon mérgesen kell neki gajat vágni, úgymond. Úgyhogy majd kipróbálom, hogy előre hagyom így, de beszámolok róla, hogyha hozzányúlok a karburátorhoz. Oké? Okay? Na, puszi-puszi áldás!